Tisztelettel köszöntöm a ma Medrasszó megrendezésre kerülő szüreti nap felvonulásának alkalmából minden résztvevőt. A szüret különböző történelmi korokban mindig többet jelentett egyszerű munkánál. Ünnepnek számított és számít, hiszen egy egész évi munka eredményével néz szembe a szőlőművelő ember. A hegyalja peremén, a Hernád völgye, a Harangod vidék által övezett Medrasszó határában csodálatos adottságokkal megáldott szőlőhegyünk már a középkorban a környékbeli bortermelés jelentős szintere volt, amit a közeli pincefalu ősi emlékei előbukkanó pincejáratai igazolják. A szőlőtermesztés és borkészítés azóta is töretlen a településünk övező dombvonulaton, kikapcsolódásra és pihenésre egyaránt lehetőséget biztosít. A szőlő és bor története egybeolvadt Medrasszó történetével. Ez itt élők minden napjaival. A szüret mindig is igazi sátoros ünnep volt, melynek elválaszthatatlan velejáró járója a mulatozás, a tréfálkozás és a vidámság. Ezt a történelmi örökséget ápolva kívánjuk megőrizni a szürethez kapcsolódó vidám hagyományokat, hogy megünnepeljük a szőlőben végzett egész éves, verejtékes munkának gyümölcsét. Egyszerű falusi emberek találékonysága és paraszti leleményessége mindent létrehozott, azt az eszközt, szerszámot vagy éppen járművet, amivel munkáját megkönnyíthette. Most ezeket a községben még fellelhető járműveket is megcsodálhatjuk felvonulók között. A menet végeztével egy szépségverseny eredmény hirdetésére is sor kerül itt ezen a helyszínen. Kérünk mindenkit, hogy a végén jöjjön ide a községünk, a közösségi házunkhoz. A közönség jelölése alapján pedig közönségdíjat is fogunk kiadni. Érdemes hát velünk jönni, szemmel kísérni őket, hogy kiválaszthassuk a legszebbeket. A második medgyasszói szüreti nap látogatóinak, vendégeinek mindezekben bőven lehet részük. Minden kedves vendégünknek kívánunk, olvasókörünk, szervezők és magam nevében nagyon jó szórakozást és maradandó élményeket. Akkor megkérem a kisbírót, hogy legyen szíves felvezetni.
parancsa. Itt a szőlő szület, a vidámság napja, kinn a szőlőhegyen a falu apraja meg nagyja. Csak a sajátjába menjen mindenki, nem kárba, mert aki másik mezés válja, annak fejét két napra bedugják a kádba. De ez a kád mustan lesz majd tele, s ha kihúzzák, mehet akár merre. Még azt is kiteszem teljes köszínére, nem nézhet rá senki más melyeskéjére. Nem simogathatja karját, a fajta combját, mert biztosan emelik mind a két sóderát. Ne egyenlegjen a szőlőnek sorjába, mert aki ezt teszi, vízisten megbánja. Parancs van rá, és nagy a veszélye, hogy elbúcsúzik tőle legnemesebb része. Ezen rendeletet a bölcsekkel meghányva, aki megfogadja, soha meg nem bánja. Közhírét étetik másodszor. Végesség a falu minden lakójának, követe vagyok én egy nagy felvonulásnak. Meg kell ünnepelni a szület napját, hogy növé meghallgatta az úr akaratát. Megmentette nekünk a szőlő veszélyét, szedjük annak fültjét, isszuk majd jó levét. A születi munka ma holnap véget ér, a sok fogat, kocsi, járgány térre pihenni tér. Mielőtt azonban beállnak a színbe, tiszteletkör tesznek, megy a szó szívébe. Jöjjön hát mindenki, üljenek ferrája, vagy csak úgy kísérje, vagy csak száját tátsa. Eldől majd a kérdés a menet végére, melyik járgány tetszett jobban, melyik lett igazán a mai nap kedvence. Jöjjenek, van időnk ma rája, mert csak az útborra hívogatunk bába. Kóstolják a szőlőt, a tavalyi levét, Sendőjön óta halsajon a jókedv. Kívánom, hogy maradjon ez így sokáig, hogy aki tud, daloljon élte hajnaláig. És ez a jókedv mindvégig tarthasson, aki idős, soká fiatal maradhasson.
hivatalos első helyezést érte. Gratulálunk, majd köszönjük szépen. Ja, hogy fogom oda menni? Legyen idő, Jánoskám. Neked is egy kis csekéség. A két lóerős kategória. Ugyancsak egyik kategória első helyezését ért el Molnár Zoltán. Csavikám egy kis csekéség, de ez egy kis akivel a félő vagy a füle leszakad, majd különböző is a bocsolók a fületek is. Akkor ehhez a hadis. Ilyen nézőm, hogy a szereplését Ján Ádám. Figyelj! Szellő. Vám, így Csabi! Íri Anna Mária! A platónak a felvészítésére egyébként. Az volt az egész menetnek a legnagyobb értéke. Úgyhogy...